része pusztán csak álcája a bizonyos érdekeknek. Ugye ez a millió elmélet és nem marxizmus. Tehát például a legtipikusabb példája, hogy az államról alkotott marxista képnek az a fajta vulgarizációja, amelyet nem is maguk a marxista-leninisták, mint az ellenfelei dolgoztak ki részletesen, amely szerint ugye Marx nem gondolna mást az államról, mint hogy az az uralkodó osztálynak az érdekképviselete is, amit ugye Marx nem gondol természetesen, és Marx egyik legeredetibb gondolata a polgári társadalomnak a saját célkitűzéseiről és önmagára alkotott képéről, az pontosan az, hogy ezeket ő rendkívül komolyan vette, és a polgári társadalom bírálata az ő esetében nem a képmutatásnak, a csalásnak és a hazugságnak a bírálata, ami persze létezik és rendelkezik jelentőséggel, hanem éppen azt a kérdést tette föl, hogy miután a polgári társadalomban az egyéni szabadságnak és az egyenlőségnek nagyon komoly aspektusai, realitások, mi az oka annak, hogy a szabadság és egyenlőség fogalmára alapozott és az alkotmányos és állami jogi és részben szociális rendszer ellenére ez a rendszer mégis kizsákmányoló és elnyomó jellegű. Ezért érdekes a Marx elmélete, és nem pedig azért, hogy azt állította volna, mint minden harmadik újságcikk, hogy a különféle magas erkölcsiségre hivatkozó önképei hatalmasoknak azok hamisságok. Igen, valóban valószínűleg hamisságok, de ez önmagában még nem volna értékes elmélet. Tehát amikor ugye Marx rendkívül komolyan véve például az arisztotelészi forrásokból táplálkozó egyenlőség tradícióját a reneszánsztól kezdve kifejlődött polgári állam és jogelméletnek, amely ugye Hegelen keresztül, de nem csak, akkor Marx rendkívül komolyan veszi a következő tényezőket. Ugye abban a pillanatban, amikor a polgári társadalom előtti rendszereknek a biopolitikai meghatározottságai megszűnnek vagy enyhülnek. Tehát amennyiben például bizonyos társadalmi csoportokhoz való tartozás nem származási jellegű, hanem egy absztrakt dinamikának van kitéve, megszűnnek az olyan kasztos sajátosságok, mint az örökletes nemesség és hasonlók, megszűnnek az olyan biopolitikai elhatárolások, hogy miszerint bizonyos társadalmi csoportokban beleszületett emberek bizonyos tulajdonformákat magukénak tudhatnak, mások pedig nem, bizonyos állásokat elfoglalhatnak, másokat pedig nem. Amikor ezek a korlátok megszűnnek, például a hivatalviselés jogának ugye az elterjesztése és így tovább, amikor ezek megszűnnek, akkor nem igaz az, hogy ezáltal a mechanikus egyenlőség és az egyéni szabadság nem lépett előre, de igen. És a kapitalizmus egyik legfontosabb paradoxiája, hogy létrehozza az egyéni szabadságnak és a társadalmi egyenlőségnek az alapjait, és nagyon nagy lépéseket tesz ebben az irányban, és mégis létrehozza pontosan ezeknek, hát az a legérdekesebb az egészben, pontosan ezeknek a fogalmaknak a realizálásával hozza létre minden idők egyik legdestruktívabb, vagy talán minden idők legdestruktívabb társadalmát, legembertelenebb társadalmát, és azt a társadalmat, amely ugye kockára teszi magát az emberiség létét, ugye mint ezt itt Ékes szóval kifejtették nálam tehetségesebb pártársai. A probléma az tehát az a marxista politika és a marxista elmélet számára, hogy hogyan lehet azokat a klasszikus, emancipatorikus célokat, amelyek természetesen abban a helyzetében a kapitalizmusnak, amely talán csak az 1960-as évekre ért véget,
amikor az ancien rezsimnek a különféle sajátosságai ellen is harcolt a munkásmozgalom, és ezáltal a szocializmusnak politikai értelemben nagyon súlyos polgári komponensei voltak, elkerülhetetlen valószínűleg, hogy ez így legyen. Ugye miért harcolt, ugye mi volt a legfontosabb harci jelszava a magyarországi szociáldemokráciának, ameddig igazán harcos volt az első világháborúig? Az általános választójog. Az általános választójog az nem szocialista követelés, valamint a legkülönfélebb biopolitikai diszkriminációknak a leküzdése. A társadalmi egyenlőségért, disztributív és redistributív igazságosságért és egyéni szabadságért, ezen belül az állam és egyház elválasztása, egy laikus oktatás és többi folytatott küzdelem, polgári jellegű küzdelem jellemezte a munkásmozgalmat lényegében legdiadalmasabb korszakában. Hát diadalmasabban az értelemben, a legtöbb embert mozgósította, csak nem hatalomra egy befolyásolt szer. Na most ebben az értelemben tehát a munkásmozgalomnak az egész emancipatorikus és felszabadító tradíciója, az egész a túlzás, de ennek a tradíciónak jelentős része, vagy a zöme, az emancipatorikus, tehát polgári jellegű, törekszik annak a helyzetnek a létrehozására, amelyben a személyi függőség, ami az ancien rezsimnek a jellegzetessége, megszűnik, és ami létrehozza a szabad, modern szubjektumot, ami ebben az értelemben nem más, ez a szabad és modern szubjektum, mint az a szubjektum, amely mindenféle előleges kötöttség nélkül a maga szubjektív szuverenitásával lép a piacra. Ilyen értelemben tehát minden munkásmozgalmat, beleértve a marxista munkásmozgalmat, és beleértve tehát a Marxot, mint az egyik vezetőjét ennek a munkásmozgalomnak, szükségképpen és elkerülhetetlenül polgári célokért, tehát emancipatorikus célokért kellett harcolnia, és ez természetesen súlyosan befolyásolta és befolyásolja ezt a tradíciót a mai napig. Ha megtetszik figyelni, igaz ugyan, hogy a legnyomorúságosabb politika, amit én valaha ismertem, az a magyar politika jelenleg, ennél alacsonyabb rendűt nem ismerek, szűkös történelmi kultúrám miatt valószínűleg, és hogyha itt tudomásul veszik mindazt, amit itt baloldal képvisel, beleértve a publicisztikai munkásságomat képvisel, ezek természetesen szűk értelemben vett emancipatorikus célok, amelyek még mindig az egyéni önállóságot és a személyi függőségtől és kötöttségtől, hogy ebben az esetben időnként államnak való alárendeltségtől a védelmét képviselik az individualitásnak, az ilyen értelemben benne maradnak, természetesen a polgári keretek közelében, mint tökéletesen tudatában vagyok. Ugye, és itt ilyen értelemben a kreatív kétkulacsosság politikáját üzömött maga. Na most, amivel kapcsolatban némely társadalmi elégedetlenségüket szokták kifejezni. Na most, de magam is elégedetlen vagyok rá. Csak tudomásul veszem, hogy ezek az emancipatorikus célok, ezek beteljesítetlenek jelen pillanatban még, ugye a világ legtöbb országában, vagy aztán valamennyi országában, a francia forradalom céljai sem teljesültek még. Ez ugye... Miért? Nem is teljesült. Az lehet. Az lehetséges, de bár bevallom, hogy én ezt nem így mondom. Igen, lehetséges, nem teljesen. De tény az, hogy annyiban realitást képeznek, amilyen emberek harcolnak értük. Más realitást politikai dolgokban nem ismerek. Na most, ugye, tehát amit igazából a marxi elmélet számunkra ebben a bizonyos esetben történelmi és politikai elmélet, bonyolult szituáció, akkor is bonyolult volt, most is bonyolult, és bizonyos értelemben analóg okokból, ugye a népszuverenitásért és egyenlőségért és hasonló folytatott küzdelmek ugye nem szűntek meg, ezeknek az eltiprása mindig is a kapitalista társadalom egyik aspektusa volt, azok a polgári emancipációs célok, amelyeket a kapitalizmus lehetővé tett, azok nem jellemzik a kapitalizmusra, mint történelmi korszak egészére. Tudomásul kell vennünk azt, hogy a kapitalizmusnak nem alapvető adottsága
a tulajdonosok osztályának, tehát a burzsváziának a politikai uralma. A kapitalizmusnak számos olyan verziója létezett, némelyek szerint, mint Arno Mayer, igazából kisebbségben voltak az a kapitalista államok történelmileg, amelyben a burzsvázia valóban politikai uralmat gyakorolt, az ancien rezsimnek a túléléséről szóló klasszikus munkájában egyszerűen szociológiai jelentések alapján kimutatja azt, hogy az állam vezetői milyen kis mértékben polgári eredetűek és meggyőződésűek, és mennyi polgáriság előtti elem létezik ma is a legtöbb modern államban. De kétség kívül látható az, hogy magának a burzsváziának, mint szuverén kis tulajdonosok vagy középtulajdonosok osztályának a politikai befolyása és az államot meghatározó ereje nagyon csekély, és az államnak a demiurgoszi szerepe modern kapitalizmusban alábecsült és lényeges. Jelen pillanatban, amikor a tulajdonosok osztályának saját politikai akarata éppen a globalizáció következtében politikailag artikulálhatatlanná válik, az államok és az államszerű nemzetközi képződmények az IMF-től a WTO-ig és így tovább azok, amelyek közvetítőként a globális kapitalizmusnak a funkcióit meghatározzák, és amelyek immáron elválva az emancipatorikus polgári államnak a karakterétől megtestesítik a kapitalizmusnak azt a jellegét, amelyben immár a hagyományos emancipatikus tartalmak nincsenek benne. Tehát a polgári államnak az a karaktere, amely a csúcspontját a jóléti állammal érte el körülbelül, ugye a nyugat-európai jóléti állammal, amelyben az egalitárius és emancipatorikus törekvéseknek a polgári renden belül elérhető maximuma nagyjából megvalósulhatott, amire ugye itt utaltál az Akili kormánya, amelyet szocialista kormánynak nevetséges volna nevezni, de kétség kívül mondjuk ez volt a maximum, addig a polgári renden ugye el lehetett jutni, és kétség kívül én meg az utolsó, aki alábecsülöm azt, hogy emberek olcsón lakáshoz jutnak, és ingyen gyógyíthatják és tanítathatják őket. Ez természetesen nem baj, de kétség kívül eddig eljutott a polgári társadalom. Na most ennek a leghatározottabb visszavételéről van szó, és az államok és az államszerű nemzetközi para-etatisztikus képződmények jelen pillanatban a leghatározottabban anti-egalitárius, anti-emancipatorikus és szabadságellenes politikát folytatnak elkerülhetetlen módon tekintettel arra, hogy az osztályuralom éppen a Marx által leírt végtelenül absztrakt mi voltában nyilvánul meg, és ezek az intézmények, állami jellegű intézmények immáron abban a dialektikus egységben képviselik a tőkét és az elvont munkát, amelynek a megkülönböztetése a jelenlegi körülmények között az egész kapitalizmusnak az elvontá válásával immáron analitikusan sem lehetséges. Ezek az állami jellegű intézmények többé nem a tőkét képviselik a munkával szemben, hanem nagyon nagy mértékben magát, és ennyiben nagyon jónak találtam mindazt, amit Kurz munkássága kapcsán Balázs Gábor itt elmondott. Az elvont munka uralma, mint a legfőbb absztrakciónak az emberi szubjektivitást megsemmisítő uralma, az, amelyet a legantiegalitáriusabb és legterrorisztikusabb módon képvisel a jelenlegi világrendet megtestesítő állami és paraetatikus rend. És ennek következtében maguknak, a tőkés tulajdonosoknak a konkrét osztály érdeke mélységesen eltörpül, hiszen csak ezek egyik aspektusát jelentik annak az elvontságnak, amelyet ezek az intézmények kényszerítenek rá a lehető legnagyobb katonai, rendőri, informatikai és kulturális erővel a jelenlegi társadalmakra. Na már most éppen ennek az absztrakciónak a teoretikusa Marx. Ami nem azt értem, hogy megsejtette a 21. század elejé viszonyokat, ezek
ezek nevetséges dolgok, hanem azért, mert viszont helyesen, életműve jelentős részében helyesen, az ezoterikus részében inkább, Mária utána Grundrisszével és a tőkében fejtettek ezek az ismereteit, amelyben ezeknek a dolgoknak az absztrakt mozgását, amelyeket az egyik legfontosabb, nagyon kevéssé ismert modern marxista Alfred von Rethel ugye reális absztrakciónak nevezett. Lényegében a kapitalizmus egyik legfontosabb aspektusa az, hogy itt ebben sokkal kevésbé érvényesülnek egyéni és csoport akaratok és tudatos akciók, mint amennyire az absztrakciók mozgása, amelynek az egyik közvetítése a pénz, a másik közvetítése a technika. És ennek következtében tehát azok az emancipatorikus mozgalmi és küzdelmi formák, amelyek a régi típusú, 19. századi típusú osztályuralom, hiszen létezett osztályuralom, az egyik történelmi alakváltozat a kapitalizmusnak, ellen és az ancien rezsim ellen alakultak ki, ezek teljes mértékben elvétik az ellenfél természetét, és ezek szükségképpen sikertelenek, lehet, hogy különben sikertelenek volnak, lehet, hogy túl vagyunk azon, hogy egyáltalán bármilyen emberi tervezésű mozgalom meg tudja változtatni állapotokat, ezt nem tudom. De minden esetre az biztos, hogy ezeknek a mozgalmaknak az esélyeit nem növeli az ellenfél természetének a félreismerése. Az ellenfél nem egyszerűen a reakció, meg az ellenfél nem egyszerűen az osztályönzés, meg az ellenfél nem egyszerűen az uralkodó osztály katonai hatalma, ezek mind az ellenek léteznek, nyilván valamilyen mértékben. Mert amennyiben mi a munkajogát védjük a tőkével szemben, annyiban semmi más nem csinálunk, mint a tőke játékát játsszuk, nyilvánvalóan, hiszen ezek a dolgok régóta ugyanannak a dolgoknak az aspektusai, és ezért volt Marx szerencsés, hogy Hegel János lévén meg tudta fogni egy fogalomnak az ellentétekben való mozgását, anélkül, hogy a fogalomnak az identitása föloldódnék. És természetesen ez bizonyosan megnehezíti a fogalmi beszédet mindazokról a tényezőkről, amelyek szóba kerülnek, de ez nem riaszthat vissza bennünket attól, hogy meg ne lássuk azt, hogy az a fajta osztályharcos retorika, amelyik például közel a szívemhez, benne vagyok, és bármikor szívesen részt veszek egy jó kis gyűlölet orgiában, csak hogyha éppen nincs jobb dolgunk, meg ez különben is a vereség kompenzációjára kitűnően alkalmas, arra is szokás alkalmazni. Minden esetre azt hiszem, hogy ezzel most már különösebben sokra nem megyünk, amennyiben a célunk valóban az elidegenüléstől, az áldofetisizmustól és az eldologiasodástól való menekülés, nem pusztán a polgári rendben belül emancipáció, amely az esélyei amúgy is elúsztak. Na most, ugye, ez természetesen nem jelenti azt, mintha ma nem volna neokolonializmus, meg ne volna egyenlőtlenség, meg ne volna önzés, meg ne volna mindenféle. A régi rémségek is fennállnak az új és fontosabb és lényegesebb rémségek mellett. Ez nem jelenti azt, hogy bármiféle értelme volna a régi módi antiimperialista és osztályharcos retorika túlságos komolyan vételének, elismerve ezeknek a stratégiáknak és retorikáknak a történelmi jogosultságát, és a legcsekkiebb kedvem sincs ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ezek butaságok voltak, hogy nem voltak azok, hanem egyszerűen egyrészt az ismereteink és az elemző képességünk változott meg, többek között pontosan azért, mert van egy marxi mondati hagyomány. Szeretném hangsúlyozni egyébként, hogy nem Marxról, mint 19. századi szerzőről van szó, hanem egy 150 éve tartó folyamatos és organikus munkáról, amely nem egyszerűen Marx nevű egyén munkáiról és munkák hiányosságairól és erényéről van szó, hanem azóta még legalább 300 fontos szerzőnek munkáiról, és amelyek között valóban én is egyik legtöbb tartom azt, hogy egyébként a Frankfurt iskolából a kritikai elméletnek a
végkövetkeztetéséből kibondó német fejlődést, aminek két ága van, az egyik ez az új Marx olvasás, ugye a Neue Marx Lektüre, a másik pedig az értékkritikai iskola, ami nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ezeket az összefüggéseket fölismerjük, ez bizonyos értelemben közös műve nagyon sok mindenkinek, és amelyben egyébként szerintem a hagyományos, nagy, radikális baloldali mozgalomnak bizonyos részei valóban elvesztik az aktualitását. Az a fajta etatisztikus, újraelosztásra törekvő szociáldemokrata egy bolsevik tradíció, amely eljátszotta maga a pozitív és negatív nagy történelmi szerepét, alig ha újítható föl eredményesen, teljesen függetlenül attól, hogy szeretnék vagy sem, nem szeretnék, de különben sem tartok lehetségesnek. És annak ellenére természetesen, hogy a disztributív igazságosság tekintetében az igazságtalanság és az immoralitás mennyisége és foka nem csökken. Úgyhogy nehéz megállapítani, hogy itt most azt kell mondanunk, hogy a libertáris kommunistáknak, akik kívül képviselői éppen közöttünk vannak, lett-e igazuk a nagy történelmi vitában. Minden esetre azok a megoldási fajták, amelyek a mainstreamjét a munkásmozgalomnak jellemezték, azok kétség kívül nem azért valódtak kudarcok, mint a saját célkitűzéseik nem teljesültek volna, mert hogy teljesült. Nem igaz az, hogy a szovjet rendszernek nem sikerült egy bevált modernizációs modellt végrehajtaniuk, mert hogy sikerült. A keleti országokban ez az egyetlen modernizációs modell, meg az égvilágon semmilyen alternatíváról nem tudunk, történetleg nem létezett ilyen, és ezek voltak ugye a kommunistának nevezett, tévesen kommunistának nevezett államkapitalista rendszerek, amelyek ugye átterelték ezeket az országokat az árutermelésre, a pénzgazdaságra, létrehozták az osztályviszonyokat, általánosítottak a bérmunkát, és hát ezzel kapcsolatban fölépítették a technikai civilizációnak összes részeit, a gyáraktól, a lakótelepekig, a vasutaktól, az iskolákig. Itt nyilvánvaló, hogy sikerült a polgári forradalomnak egy nagyon sajátos variánsát végrehajtani, és ebben nem igaz, hogy a munkásmozgalomnak az emancipatorikus céljai nagyon sok tekintetben nem sikerültek volna, de igen, sikerültek, sokkal nagyobb egyenlőséget sikerült létrehozni, a nyomornak, a premodern, ancien régimbeli nyomorúságnak a megszüntetését sikerült valóban elérni a hatalmas áldozatokkal, tehát ilyen áldozatok a nyugati kapitalizmus esetében sem voltak csekélyek, különösen, ha beleszámítjuk az áldozatok közé a színeseket is. De? Mert hogy igen. Úgyhogy, mert ugye azt lehet mondani, hogy hány millió ember halt meg a Szovjetunióban a modernizáció során, de hát én szeretném fölhívni az önök figyelmét arra sok millió afrikaira és ázsiaira, aki szintén életét vesztette a modernizáció következtében, úgyhogy itt nem nagyon tehetnek egymásnak szemrehányást. A modernizáció különféle modelljeinek képviselői, a piaci és államkapitalizmus híveinek egymás közötti vitáját világháborúkkal szokás eldönteni, és nem szükséges, hogy ilyen érvekkel ehhez hozzájárulja. Amikor azt mondom, hogy ilyen az állatotok száma tekintetében egyik, hogy a másik ebben. Na most, és nem csak arról van szó, amikor ezeket a variánsokat elvetjük, hogy nincs kedvünk ahhoz, hogy ezek a szörnyűségek megismétlődjenek, hanem arról van szó, hogy ilyen szörnyűségek árán sem lehet ezekkel a módszerekkel és ezekkel a fogalmi szerkezetekkel elérni az álmufét is megszűnését. És ebben a tekintetben tehát nagyon hálásak lehetünk Marxnak, aki éppen azért, mert nem gondolta azt az egész európai tradícióról, államjogi, közjogi, alkotmányos, szociális és morális tradíciótól, hogy ez semmi más, csak az uralkodó osztályhatósággal, hanem rájött és pontosan látta azt, hogy mi ebben az igazán reális, és mi az ebben a realitásban az, amely a tőke uralmának a 100%-os kifejlődését tette lehetővé. Igazi kapitalizmus, igazi piacgazdaság olyan társadalomban, amelyben
nincsen egyéni szabadság és nincsen törvényi egyenlőség, nem lehetséges. Hiszen a munkavállalásnak, a forgalomnak, az állandóság hiányának, a körforgásnak és a sebességnek a kárára volna, és ezáltal a tőkefelhalmozást és az értékesítést gátolnám és lassítanám. Ilyen értelemben tehát, hogyha valóban komolyan vesszük Marxot és a marxizmust, akkor fájó szívvel, de búcsút kell mondanunk a polgári emancipatorikus célkitűzéseknek, a szabadságnak, az egyenlőségnek és a testvériségnek, és az ezzel összefüggő civilizációnak. Helyesen mondta Péter Szigetnek egy kedves tételt, hogy vagy kommunizmus, vagy civilizáció. Nyilvánvaló, hogy ez a civilizáció, amelynek a fetisisztikus jellege tagadhatatlan, nyilvánvaló, hogy csak a saját halála révén teheti lehetővé az igazi fölszabadulást. Volt egy korábbi előadásom, magyarul szintén nem létezik, amely az a címe, kommunizmus a szocializmus romjain, Berlinben mondták pár évvel, különféle nyelveken olvashatunk, magyarul nem, amely magam is azt gondolom, hogy természetesen nem pusztán csak arról van szó, hogy szocializmus vagy barbárság, hanem kétség kívül az emancipatorikus célokkal való szakítás valóban szembeállítja a kommunistákat a civilizáció ismert formáival, tehát a civilizációval. Tehát a barbárság mindenképpen megváltkezik. Akkor is, ha győz az igazság. Barbárság abban az értelemben, hogy a privilégiumokhoz és az eldolgozáshoz fűződő élvezetek, mert hiszen nem csak tragédiák kapcsolnak hozzá, ők élvezetek is. Élvezetek, gyönyörűségek és szépségek természetesen valóban szabad emberek társadalmában elvesznek. Miért csodálunk bizonyos dolgokat? Bizonyos dolgokat azért csodálunk, mert ritkák. Mert megteremtésük az csekély számban szükséges tehetség kell, csekély számban előforduló tehetség szükséges, vagy mert kevés számban fordulnak elő, vagy mert rettenetesen nagy a morális vagy esztétikai presztízsük, vagy mert kapcsolódik hozzájuk tekintély. Szabad emberek között ezek az elemek és élvezetforrások elvesznek. És mivel mi valamennyien polgári társadalomban valamilyen fajtájában nőttünk föl, ezért a saját élvezeteink és saját törekvéseink is természetesen a javak szűkösségének a következtében alakultak olyanná, amilyenné, és a javak szűkössége az, amely egyszerre teremt szegénységet, és teremti meg a legjobb ügyet a kapitalista kizsákmányolás és elnyomás további fönntartására. Ezért az a gyanúm, hogy a javak szűkösségének nemzetgazdaságtani tétele nem hamis, hanem értelmetlen. Kicsi akrosabban. Hanem értelmetlen, bocsánat, igen. A hatásmadás suttogás valóban nem helyes, akkor egy nagy teremben beszél az ember többekhez. Úgyhogy azzal szeretném zárni rövid és vázlatos feltételezéseimet, hogy bizonyos értelemben elkerülhetetlennek tartom még mindig tekintettel az összes társadalmi folyamatok szükségképpen és elkerülhetetlen befejezetlenségét és tökéletlenségét. Nyilvánvaló, hogy az én fölszólításom hatására az emancipatorikus törekvésekkel senki nem fog fölhagyni, és senkit nem is beszélnék rá arra, hogy különféle szenvedőkön ne próbáljon segíteni, és ezért az osztó igazságosság bizonyos elemeivel ne próbálkozik továbbra is a polgári társadalomban, mert a társadalomban sikerrel, talán csak ezzel lehet, bár szerintem a két nagyobb, nem úgy néz ki a jóléti állam bukása óta, mint 80-as évekre tehető, hogy ezek az emancipatorikus, egalitárius, igazságosság, párti törekvések bármilyen tekintetben eredményesek lettek volna, és fölhívom az önök figyelmét arra, hogy a jóléti államnak ezek az aspektusai keleten és nyugaton egyszerre buktak meg, és ugyanabból az okból, illetve az eladósodás okából, ugyebár. Nyilvánvaló, hogy egy kapitalista gazdaságban az egy realitás, hiszen a fedezet ugye a szociális célú beruházásokra, ugye az csak az értékből teremhet, ami
ugye a mod, éppen a modernizáció következtében Gábor is kifejtette, szűkül, nem pedig bővül. Tehát nem azt mondom, tehát ezekről a küzdelmekről le kell mondani, csak azt mondom, ezek a, ezekhez a küzdelmekhez fűződő reményeket Marx követőinek nem szabad túlbecsülniük. Ennyi tulajdonképpen az, amit el akartam mondani, de azt is szerettem rámondani, hogy miért gondolom ezt így közülni. Önöknek köszönjük szépen az érdeklődést, és hogy eljöttek, az előadóinknak pedig az érdekes és értékes hozzászólásokat, illetve előadásokat. Késti kérdésem. Kérdésem? Ha van egy külön, akkor hagyjál. Éppen szittam, hogy a polgári demokrácia, de az mégis. Mielőtt még egy kérdés főzöm, azt mondjak egyetlen mondatot Gábor védelmében, Csérin Gábor védelmében. Az első